Sziasztok, bemutatom nektek, hogyan zajlik egy lovas kurzus. Először is elkészülődtem, felöltöztem, természetesen az Ohana Rencses pulcsimat vettem fel, ami mindig van nálam, az egy övtáska, mert nagyon praktikus a lovagláshoz, hiszen abban van a telefonom, zsepi, illetve a ventolinom, nagyon máshova nem is tudnám tenni, illetve ami elmaradhatatlan a baseball sapi, és készen is vagyok. Bepakoltam a cuccaimat az autóba, viszem magammal a nyergemet, a látétet, a csizmám, a pucolóst és a kantárom. Útnak is indultam, kb. 40 perc alatt megérkeztem, majd azonnal át is váltottam a vesztet csizmámra. Ezután elmentem Musziért, aki hát nem volt a legtisztább, úgyhogy jöttett is egy gyors pucolás és nyergelés. Az első órán az egyeneseket gyakoroltuk a lovakkal, ami egyszerűnek tűnik, de nem az. Ezután ebédeltettünk, és jött a következő óra, ahol pedig vágta munkáztunk. Végül pedig kiszénáztunk estére a lovaknak, elköszöntünk tőlük, egyébként gyönyörű volt a naplemente, ezután pedig útnak is indultunk a lányokkal.